Köszöntöm a kedves nézőket! Az elmúlt negyed század helyi sportági történéseire hatással levő személyeket szólaltatunk meg ebben a műsorban, kicsit nosztalgiába, kicsit tényszerűen, hogy tényanyagot szolgáltassunk annak, aki egyszer majd esetleg meg akarja írni az elmúlt negyed század vagy annál hosszabb tolnamegyei sporttörténetet. Szekszárda 90-es évek eleje adott egy sportág. Fájdalmasan szép már ez a történet, hiszen ez a sportág nincs, viszont a 80-as évek végén egy olyan fejlődési pályát ír le, ami Magyarországon nagy jelentőségű, tekintettel arra, hogy a bázis támogatások, a báziscégek szűnnek meg, olyan fellegvárak mögött, súlyemelő fellegvárakról van szó, mint Tatabánya, Oroszlány, Szombathely is már rezeg, és tulajdonképpen Észak-Magyarországon is hát a hagyományoknak megfelelő szereplésre már egyre kevés a lehetőség. Itt van Szekszárd, egy olyan szakosztály, amely létezik, amely dinamikus, amely saját nevelésű versenyzőkkel operál, és a 80-as évek végén tulajdonképpen egy újabb fejlődési pálya érkezik. Horváth Ferenc a vendégem, aki ebben tevékeny szerepet vállal, akkor lesz egy húsipari egyesület, egy olyan karizmatikus elnökkel, aki azt mondja, hogy ide nekem az oroszlánt is, aki tulajdonképpen képes érdeket érvényesíteni, emlékezzünk meg, ő Hartman Lajos, és tulajdonképpen te akkor egy létező, egy jól prosperáló szakosztályhoz kerülsz, de ugyanakkor mások lesznek a lehetőségek, másoknak a feltételek, eredményeket kell produkálni, mégpedig olyat, hogy a nemzeti sport első oldalán szerepeljen a szekszárdi súlyemelés. Most volt a 60. születésnapod nem régen, bár ezt nem hatalmaztál fel, hogy eláruljam, de gondolom, hogy ahogy visszatekintettetek kisebb-nagyobb baráti körbe, azért valahol ez az időszak is szóba kerül, amikor hát szerepet kapsz a húsipari esélynél. Bizony, én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Hát valóban így van. Hát most 25 éves dolgokról kéne beszélni, picit azért még visszamennék, hiszen volt itt egy szekszárdi dózsa, mert ennek az ügynek ott van a gyökere, ahol működött több szakosztály, többek között ugye a súlyemelők is. Majd amikor később már ugye a kis Sándor a húsipari vállalat 1980-ban megindult, a húsipari vállalatnál a súlyemelők mindig egy kedvenc sportág volt, hiszen annak az igazgatónk azt mondta, hogy a súlyemelőknek erő kell, kondi kell oda, hús kell, kaja kell, tehát egy valahol ilyen kettő hogy összejött. Így valóban, és akkor így kerültünk ugye a szekszárdi dózsához, a Takásné Zsuzsikát, akit nagyon-nagyon tiszteltem, szerettem abban az időben elnökasszony, leültünk, megbeszéltük, hogy először egy támogatás volt, majd később, és oda kerültem ugye először a szakosztály vezetőnek, utána a szakosztály elnöknek, és ez volt 1984-ben, és akkor úgy döntött, közben töltött igazgatóváltása a szekszárdi húsiparinál, és akkor úgy döntött a cég vezetése, hogy csinálunk egy önálló sportegyesületet, ez lett a Húsipari Sportegyesület, ahova a megegyezés alapján átvittük a komplet súlyemelő szakosztályt, illetve a kézilabdát a Spartakusztól és az asztali teniszt. Ezzel a három szakosztálya, az később került hozzánk, de ezzel a három szakosztálya dolgoztunk. De mégis prioritás a súlyemelés. Abban az időszakban azt mondtuk, hogy nagyon fontos a bázis szervezető, hiszen ha az a sport elkötelezettje volt, sportágát abban az időszakban vagy lehetett menedzselte, akkor a párbizottság nem szólt bele. Tehát elfogadták azt, a Magyar Súlyemelő Szövetség pedig az általam mondott fellegvárok vegetálása miatt nagyon örült annak, hogy Szekszárd kiemelkedő lett, és Hartman Lajos tulajdonképpen nagyon komoly összeget fordított akkor az egyesület támogatására. Valóban így van, és hogy hát lehet ezekről beszélni akkor is. Azt el kell mondjuk, hogy a Hartman Lajos a nagyon karakán egyéniség volt. Ugye mindig az volt a szlogenje, hogy 7 szerből van neki sportvizsgája, egy nagyon-nagyon határozott ember volt. Ő nem nagyon hatotta meg, hogy voltak erre próbálkozások, hogy miért a súlyemelésre számpénz, miért nem labdajáték, politikai, meg egyéb más vonalon, de ő egy nagyon kemény ember volt, és megmondta, hogy ő a súlyemelés, tehát pum, nincs miről beszélni. És akkor valóban így volt, azt mondta 86-ban, hogy Feri, csináljunk egy önálló egyesületet, föl is kért, legyek az elnöke, hát némi túlzással, de pénzt tett az ügybe, majd megfelelő lakást, stb. Tehát minden olyan lehetőséget, amit annak idején. Persze ez a húsipari vállalaton belül is néha volt ebből szó, mert ugye a
szakszervezet, meg egyéb más szervezet, hogy miért erre, miért. Na most ennek ugye az volt a lényeg, hogy eredményt kellett produkálni. Azon nyomban, hogy ugye magyar bajnokságot nyertünk, világkupákat rendeztünk, tehát látták a dolgozók, hogy ez egy jó célra megy, de akkor egy picit könnyebb volt a munka, és teljes messzélessége ki lett adva, hogy itt élvonalbeli klubot kell csinálni, és akkor elkezdődött az utánpótlás nevelés az iskolákba. Mindenképpen meg kell említeni ugye a Serres Sanyi bácsit, aki bázis volt, Balog Laci, akinek ugye múltja volt ebbe az egész dologba. De egy olyan lendületet kapott ez az ügy, anyagilag, személyileg, tárgyilag, akkor ugye nagyon jó, hogy a szexádi sportcsarnok is készen lett, mindjárt kaptunk két edzőtermet, saját beruházásban már úgy, hogy a eszközöket, felszereléseket. Tehát megindult egy ügy, ez a dolog lényege. És nagyon fontos, hogy ide jött Szegedről versenyző Dalos Péter már korábban, ha jól emlékszem. Most nevekben, igen. De volt egy olyan, ami nagyon komoly elvárás volt, hogy nemzetközi szinten versenyképesek legyünk. Ez nem biztos, hogy megoldható volt a Szombathelyről, Miskolcról, innét-onnét idehozott versenyzőkkel, hanem volt tulajdonképpen, ami már a te időszakod, ami Erdélyből áthozandó versenyzők lehetőség, tehát helyzetbe hozása. Így igaz, akkor, ahogy említettem, már több világkupát rendeztünk is, meg jártuk ugye Európát, láttuk azt, hogy hol milyen tehetséges sportolók vannak, így akadtunk rá ugye a Czanka Attilára és a Csihariányra, akik... Tehát Attila teljesen magyar származású, Erdélyben, tehát román színekben versenyeztek, Európa-bajnokságot nyertek. Na, az ő áldozata a napirendre került, nagyon-nagyon flottul le lett szervezve, támogattak ebbe a Magyar Olimpiai Bizottságtól kezdve. Még egy dolog, egy kicsit a darásfészekbe került le ekkor, hiszen a magyar-román viszony nem volt felhőtlen akkor sem, és Czanka átigazolása azért nem volt egy, tehát a román diplomáciával meg kellett egyezni, hogy nehogy lavinát indítson el, esetleg más sportágon. Ő a súlyemelésbe talán nem indult volna be ez a lavina, de azért itt hát diplomáciai szinten is azért. Sőt, nem volt egyszerű azzal, hogy tárgyalási pozícióba kerüljél, mint húsipari elnök, mint... Hát annyira nem volt egyszerű, hogy őket hát az úgynevezett szekuráti védte, tehát nem is tudtunk kommunikálni. Egyetlen egy volt a Dunaesingvenkbe, hát még egy kicsit humoros is a történet, de hogy mennyi mindent megtesz az ember a sikerért. Hát ugye én nem szoktam beülni a szaunába, de az volt az egyetlen olyan terület, ahol lehetett kommunikálni a sportolókkal, és ez egy világbajnokság volt Dunaesingenben, Németországban, és akkor úgy döntöttünk, megbeszéltem a stábból, hogy na én beülök a szaunába, mert a szauna előtti kijáratnál már ott állt a román őr, tehát az anyomba vitte, és ott tudtunk kommunikálni a Czanka Attilával, és egy nagyon határozott lehettem én is, vagy nem tudom én, mert annyit beszéltünk, hogy nagyon várunk, lakás, pénz, tehát mindenben megbeszéltük, ez körülbelül 2 perc alatt megtörtént, mikor tudsz jönni, és erre mondta, hogy augusztus nem tudom, jövök keletibe. Na és utána semmi nem történt, hanem én fölmentem és vártam a keletibe, és mikor leszállt, valóban így volt, hogy nem tudtunk előtte kommunikálni, nagyon bizalom, egy olyan felelősség is volt a nyakunkon, hát leszáll valaki egy kvázi reklám szatyorral, feleségével, szóval, de megoldott, és nagyon hálásak vagyunk, hogy átjött. Ennek az időszaknak a kicsúcsosodása az, hogy ha van pénz, van megfelelő menedzselés, szakmai munka is magasabb szintre kerül, ugye egy ismert súlyemelő Szalai György kerül ide, de ugyanakkor együtt működik a helyi vezető edzővel, Kovács Vilivel, és itt az Európa-bajnokság 92-ben. Egy 36 ezres kisváros nyerni tud nagyobb városokkal szemben. Hát tudni kell, hogy abban az időszakban azt tudtátok meglovagolni, akkor már a Magyar Súlyemelő Szövetség főtitkára is vagy, hogy igazándiból el lehet csaklizni világvárosoktól is, mert talán a súlyemelő sportágnak akkor úgymond a televíziós közvetítése, egyebek a marketing értéke nem volt olyan. Hogy került Szekszárdra 92-be? Hát kvázi ugyanúgy, ahogy most ismernek a versenyek, kandidálni kellett. Na most az első körben volt 5 város, aki kandidált egy Európa-bajnokságra, és a végén, a végjátszmában 2-en maradtunk Párizssal. Igen, Párizs és Szekszárd. Na hozzá kell tennem, hogy nagyon sok rendezvényt szerveztem életemben, világbajnokságot is Budapesten, rengeteg mindenben részt vettem, de akkor ez az Európa-bajnokság egy olyan hozzá
nem tudom elmagyarázni, milyen érzést adott, de nem csak nekünk, hanem az egész városnak, a városba dolgozó mindenki félretette, nagyon jó időben volt, még nem volt azért ennyire meghatározó a különböző embereknek a szerepe, gazdaságilag, politikailag, stb. Összefogott. Ez ugye 90-es években indult, a rendszerváltás után egy nagyon jó lendületbe, és ugyanúgy a szponzorok, a város, mint. Na most ugye a világkupák sokat segítettek abba, hogy, igen, hogy szakmailag tesztelődjön ez a szervező bizottság. Igen, csak hát ugye nem, nagyon sokan nem bíztak ebbe, még magyar sportdiplomáciában sem, sőt, még Aján Tamás is azt mondta, hogy hát fiúk, azért ez egy kicsit kemény dolog, de próbáljuk, menjen a dolog, és megpróbáltuk, és hát hihetetlen élmény volt, szavazás, és ide került az Európa bajnokság. Sőt, itt fogadhattuk akkor a sportág nagy fene gyerekét, hát az Ausztráliából elszöktetett bolgárból török művelet. Abadzsi Avedzi, ugye, meg Naim Szulajmanokra gondoltam, ugye, aki egy olyan frekventált személyiség volt, hogy megint egy feladat, Szekszárdon a biztonságára is kellett figyelni, mert hát még nem volt biztos esetleg, hát hogy esetleg jönnek érte és visszaviszik Bulgáriába. Hát ő valóban egy hihetetlen fénypont volt. Hozzá kell tennem, hogy úgy volt, hogy nem jön az Európa-bajnokságra, mert akkor olimpiai évében voltunk, és neki ez nem volt valahogy. Még nem nagyon akart ő akkor még kelet-európai országokba jönni, ez az igazság. Én személy szerint utaztam ki Isztambulba, ott lakott, fogadott, és egy jelentős összeget kért azért, hogy egyáltalán eljött. Szponzorokkal leültünk, megoldottuk ennek a feltételét, és a lényeg az, hogy itt volt, nagyon nagy élmény volt, azt hiszem valamennyi. Maga az Európa-bajnokság is egy tele meglakott, föltöltött gemenszálló, akkor a másik hotel is tulajdonképpen telt házzal. 1180 vendégünk volt. Nagyon jó volt. Egy miatt volt egy kicsit savanyú a szánkíze, hogy Szulajmanoglu nem nyert Szekszárdon, és itt volt a mi Canka Attilánk, hát aki a legnagyobb riválisa volt, de hát emberek vagyunk, Attila is azon a napon, hát nyilván nem tudta kihozni magából a maximumot, aztán később Varsóba tulajdonképpen Európa-bajnok. Így igaz. Hát valóban ez egy sport mindig. Most is úgy kéne kezdeni sok mindent, hogy sportról beszélünk, mert ugye már most látom saját gyerekemből is, hogy mindenki mindent ki akar facsarni, hogy ez egy sport. Mindenkinek vannak rosszabb napja, nekünk is, vállalkozásban gondolom, neked is, bárkinek. Pont azon a napon egy olyan feltételek, minden rendben volt, egy olyan szél, pont nem tudta megverni a aztán később Varsóban valóban megvert az Attila, úgyhogy ennyi sport. Ugorjunk, mert az idő vészesen megy. Végülis sportágváltás történik a részedről is. Nyilván nem volt az a barcelonai olimpia olyannyira sikertelen, hogy mondjuk a súlyemelő sportáktól valamilyen oknál fogva hát távozzál, és ne vállalj szerepet. Viszont egy olyan helyi lehetőség adódott, ami hát nagyon nehéz volt megoldani, az, hogy a megszűnés előtt álló, vagy az MB2-es létezést is már alig produkáló női kézilabdát kellett megmenteni. Tudni kell ahhoz, hogy neked emocionális érzelmi kötődése ez nagyon sportághoz van, és egy dilemmában lehettél, hogy tulajdonképpen átjössz egy másik sportágba, és megpróbálod a lehetőségek közepette NB1-ig élvonalig elhozni a kézilabdát. Így igaz, hát ezt itt mindenképpen az hozzátartozik a dologhoz, ugye én akkor Pesten is éltem, és itt a Sigma elnöke, Heima János úr keresett meg, hogy vannak ilyen ambícióik, hogy szeretnének. Ugye akkor már működött a kézilabda húsipari esélynél, ott is különböző váltások voltak, tehát pont ebben az időszakban már ugye történt a húsiparnak a privatizáció, stb. És hogy csinálni kellene egyet, én mondtam, hogy nagyon szívesen, de komolyan, tehát itt ugye első évben megnyerni MB2-t, MB1-b, hát először ők azt hitték, hogy talán ez vicc, de hát aztán nem lett vicc. Megvolt az a lobby, az a lehetőség, ami általában kisvárosoknak nem adatik meg. Találtál egy-két olyan szemét, amely Tolna megyéről, kívülről, nagyobb vállalkozások hátterébe, gondolok a postabankos időszakra, be tudott hozni olyan működő tőkét, tehát működésre tudott adni évről egy-két évig, és ez volt a döntő abban, hogy profi szintre, NB1-re került a csapat, és hát ismerve azt, hogy
te a magyar válogatottat is szeretted volna akkor többször idehozni, ide is jött, tehát egy ilyen kézilabdás kultúrát, gondolkodást, mindent. Végülis te is abban a falakba ütköztél, ami a rendszerváltozás de többször, hogy amikor ez a pesti lehetőség, külső lehetőség megszűnik, akkor már tulajdonképpen nagyon nehéz ébren tartani professzionális szinten. Én ezt a mai napig vallom, én most nem az, hogy pesti vagy nem pesti, egy vagy kettő fő támogató, ha nincs egy klub mögött, én ezt vallom, nagyon nehéz. Tehát az, hogy a mai világban ugye a gazdasági dolgok is változhatnak, ma még jobban megy egy cégnek, ilyenre nem lehet egy sportot. Egy sportnak egy állandó finanszírozásra van szükség. Ebbe én most nagyon sokat egyetértek a mostani sport irányítással, hogy milyen eszközökkel, ebbe már azért van véleményem, de hogy egy vagy két fő támogató hosszú távon, ha nincs egy egyesület mögött, akkor én nem látok. Viszont egyre mindenképpen utólag visszatekintve büszke lesz, hiszen úgy építettetek föl NB1-et, hogy közben lehetőséget adtál egy helyi szintű összefogásra, kibontakozásra, ami UKS-e néven tovább vitte, sőt, hova tovább, akkor már újból NB1-be jutottak, aminek aztán egy év előtt kiderült, hogy nem voltak meg a feltételei, de maradt egy olyan klub, amely utána egyfajta minta klub lett, hogy hogyan kell sportiskolás háttér nélkül utánpótlás nevelésből legalább NB1-B-ig fölépíteni egy csapatot. Így van, én ezt vallom, hogy akkor azért nagy kihívás volt, hogy utánpótlásra is kellett adni valamennyi pénzt, mert azért ők maguk intézték a dolgot, de mégis támogattuk. Eredményeket kellett produkálni, nemzetközi játékosokat vásárolni, tehát ez nagyon sok pénz kellett. Hála Isten az akkori vezetést megoldott, a támogatást meg tudtuk oldani, és hát az, hogy magyar kupákat rendeztük, itt voltak a magyar női válogatott felkészülést, olimpia előtt edzőtáborba kétszer is, és ugye ebből profitáltunk, mert aztán még a Laurencet is sikerült Szekszárdra hoznom edzőnek. Tehát egy nagyon jó... Nagyon szép időszak volt. Nagyon szép időszak. Gondolom, hogy azok a sportkitüntetések, amelynek birtokosa vagy, ez mind a két nagyon perspektívus időszakot, a súlyemelés és a kézilabdát is ismeri el ebben az időszakban. Megint egy olyan időszak jön, amikor az ember nem biztos, hogy annyira belekerül a sportos közéletbe, hogy a döntését úgy hozza meg, hogy bent akar maradni tekintettel arra, hogy az NB1-es kézilabdázás feltételei megszűntek Szekszárdon. Ekkor látszatra eltűntél, de vállalkozóként az egzisztenciádat építve megmaradtál egy sportvállalkozás mellett, ez a Horfelserleg Kft., meg tekintettel arra, hogy a Vállalkozók Országos Szövetségében a sportot tulajdonképpen örömmel vállaltad, hogy ennek a területnek a képviseletét ebben az érdemi képviseleti szervezetben ellátod. Ahhoz képest, hogy Abadzsijev, Szulajmanoglu, hatalmas nevekkel találkoztál, benn voltál a pörgésbe, a nemzetközi sportéletbe. Ez egy kicsit azért hiányzott, de hát ennek oka kárpótolt, hiszen a családhoz felé fordulás, életet, párját találtad meg ekkor. Ez így igaz, tehát mindenben van. Akkor valóban látszatra, hogy nem szerepeltem ennyit a közéletbe, sportéletbe, aztán megfordult, mert most megint hihetetlen mennyi mindent végzünk, de hála Isten még bírom egészséget, család támogat, tehát nagyon sok helyen megfordulok most is, több funkcióm van, de abban az időszakban ez nagyon így volt, mert nekem vállalkozásom 1984 óta volt. Tehát mindig csak valahol... Valahol volt egy más, akkor még úgy hívták, hogy másodállás, stb. Most nem akarok ebben bele. Vagy minden volt. Tehát 84 óta aztán most ugye vissza is köszöntek ezek különböző a kamarai pozíciómba Budapesten, a BOSZ-ba. Ezek visszajöttek, hogy régi vállalkozás, csak ugye a sport volt az első. És akkor a 90-es évek, jó, nagyon jó a megfogalmazás, történt egy ilyen, hogy azt mondtam, most elég, és most csak a vállalkozás és család. És ha ez... mondjuk 20 évvel fiatalabb vagy, és azt mondják, hogy itt van 200 millió forint, és az EHF kupába indulhat a Szekszárd, akkor én szerintem te annyira akartad ezt, meg annyira a személyiséget ez tartozik, ez, hogy szerintem akkor a vállalkozás pihetett. Tehát ha égni kellé lángolok típusú, tehát te annyira szerettél volna egy olyan szinten lenni a kézilabdában és mint a súlyemelésben. Ez valóban így van, hiszen ebből a kis pénz, amit relatíve a többi klubhoz képest azért jól látunk, de ahhoz, hogy komoly nemzetközi csapatot, ahhoz viszont ez kevés. Ugye már akkor ilyen veszprémi kapcsolatrendszereket épített,
beszélgettünk, Hajnal Csabáikkal, stb. Női ágon itt kialakítjuk. Aztán ugye történt ez a gazdaság, hogy a bankok, meg mindenki kész, és utána már tényleg az volt, hogy már ilyen 50 meg 20 ezer forintokért jártunk, ami nem lebecsülendő, mert ma is így van, nagyon nagy munkát végeznek ezek az emberek, csak az akkori feladatokhoz ez már kevés volt. De egy sportkarrieredben egy középszerű klub elnöki pozíciója már nem igazán volt motiváló. Hát főleg legyünk egoisták. Igen. Hát igen, valóban meg nem csak az, hogy egoisták, hanem van az embernek egy szakmai elvárása, amit nagyon több éven keresztül felépítettél, nem nagyon akarod ezt lejjebb adni, nem inkább akkor váltottam. Viszont elismerték díjakban ezt a 10-15 évet, ezt a nagyon termékeny időszakot. Prima Primissima díjas vagy közjóért a városnál, igen, ha jól emlékszem, igen. És gyakorlatilag a VOSZ-nál is van sportos kitüntetés. Hát, amit kihagytam, akkor bepótolt. Van egy pár magyar sportér minden, de épp a párommal most szedtük össze, írtál, nem is tudott eszembe, hát itt van megyei vállalkozója. A leglényegesebbeket felsoroltam. Igen, megyei vállalkozója, országos év vállalkozója. Most nemrégen kaptam a budapesti kamarától egy kitüntetést, az úgynevezett Spartacus díjat. Kaptam Budapest labdarúgásáért kitüntetést. Akkor a legnagyobb ugye a magyar gazdaságért a kormány kitüntetést, amit Szijjártó úrtól vettem át. A Demián úrtól kaptam Prima Primissima díjat sportkategóriába. Szexárdtól közét. Úgy érzem, hogy megyétől kaptam a Sipos Márton díjat. Az a legnagyobb megyei sport kitüntetés. Így igaz. Tehát én úgy gondolom, hogy elégedett vagyok, és nagyon hálás vagyok. Főleg most, hogy akik úgy érzi, még figyelik, mert most inkább már országos szervezetekben dolgozom, nem is annyira a megyébe. De kötődésed mindig van, és most, ha támogatni tudsz, ha beszélgetek rendezvény szervezőkkel, akkor azok azt mondják, hogy ha lehet, akkor itt olyan kedvezményeket adsz, egyrészt olyan míves díjakkal, amelyek az országban azt hiszem, hogy nagyon versenyképesek, nemzetközi szinten is ezek a díjak. Tehát próbálod segíteni most úgy a sportot, hogy ezekkel, amelyek azért súlyos tízezerek, százezerek is lehetnek, egy-egy diák sportesemény, vagy egy-egy tömegsportrendezvény, vagy akár a szakosztályok, a jelenlegi megyei, városi, minőségi szakosztályoknak a úgymond rendezvényeinek díjait. Igen, valóban így van. Ennek van egy része, amit mi úgy hívunk a cégen belül, hogy marketingre költjük, és én inkább arra költök, hogy valakit támogatunk, szervezetet, jó ötletet, és ez ugye mindjárt kapcsolódik egy üzleti megfontolásból, hogy olyan teletek, és néha betévedünk, ami tőlünk távol van, és nagyon jól sikerül például a magyar művészeti életbe. Minden évben most van a díjkiosztó gála, életemben nem gondoltam, hogy egy Töröcsik Marival színésznővel fogunk kommunikálni, mert ott is vannak díjátadók, tehát olyan teletre is elmegyünk, ami számunkra üzletileg egy új perspektíva, új lehetőség. Na most ezt hívjuk ugye marketingnek, a másik rész az meg a szívből jön, mert hát van sokszor olyan... Ha nem is látunk a lelátom, mert éppen valahol akkor üzleti tárgyaláson de vagy. Ott vagyunk. De így tulajdonképpen, mert végülis elköltözhettél volna háromszor a sportkarriered indulása óta, de nem költöztél el. Nem, hiszen Nőzs meg Szekszárd az valahol etalon. Így van, és hát arról nem beszélve, hogy Budapesten teljesen föl volt építve lakásunk minden Zuglóba, de a család úgy döntött, hogy maradunk Szekszárdon, tehát kvázi, most én, mint apa, ugye reggel hetente háromszor vagy négyszer reggel megyek, délután este jövök, eléggé sok időt vesz el, de mindent megér, mert a családom nagyon jól érzi magát itt Szekszárdon, meg én is, tehát nem az is UFC-ben menni. Játszik kisfiad, Regő. Meghatározza-e az egész sportszponzorálásodat a lehetőségeid függvényébe az, hogy ő most a futballnál van? Nem. Tehát, nem. Hát van egy kupa, van egy torna, igen, de alapvetően... Korábban is ugyanúgy, mikor más, most nem akarom mondani, Máté Csabék szervezték, ugyanúgy támogattuk a Szekszárdi UFC-t, vagy a korábbi elnököt is. Tehát ez így nem befolyás, annyiból, hogy esetleg többet kimegyek megnézni a fiam, de így is a párom vállalja ebben nagy szerepet. Rajta keresztül általában valahol, ő hordja valahol,
ki akarod élni azt, amit a szülők általában ki akarnak élni a gyereken keresztül, hogy a élsporttól lépj. Tehát, hogy nem feltétlenül... Persze, én szeretném, hogy Ronaldo lenne, hú, de szeretném, meg Messi lenne, meg minden, de hát azért látjuk, hát hiszen sportban vagyunk, mindenkiben látsz, az első 3-4 óra után fel lehet mérni mindenkinek a tehetségét, habár vannak olyan dolgok is, amikor szorgalommal sok mindent le lehet dolgozni, de én arra boldog vagyok, hogy utazik velem, el tud velem jönni MTK meccsre, Reálba, tehát szereti a focit, szereti a sportot, jó társaságban, nem szeret itt lenni. Kislány tartja magát a sportos érdeklődésre? A kislányom sokáig táncolt, most egy picit ilyen tinédzser korban van, most nagyon sokat tanul, olvas, nyelveket tanul, meg fogjuk látni, biztos, hogy nem fog távol maradni, hiszen egy ilyen családban nem tudsz távol maradni, mert ugye a karácsonyi, meg a húsvéti, a Xbox, meg FIFA 16, meg, tehát a sport az nálunk napi dolog a konyhába, és hát ugye készülünk mindig valamire, és most itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy április 25-én Szekszárd olyan Dajs Tamás, akit most választottunk meg a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnökének, és jelen pillanatban ott is dolgozom, tehát ez egy mozgósítás, hogy mi fogjuk várni a sport szerető embereket a rendezvényre. Beszélgetésünk végére értünk, politikust említettél. Nagy dolog a sport támogatásában az adótörvényből adódóan a társasági adó. A VOSZ, ha esetleg úgy alakul, lobbizik azért, hogy ez megmaradjon? Ha a gazdaság nem engedi. Nagyon lobbizunk érte, ha bár 2017-ben lejár az Európai Unió engedélyünk ebbe a témába, de már van más, és a VOSZ teljes messzélessége támogatja ezt a lehetőséget. Horváth Ferencet hallották és látták, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is a megbeszélést.